Sziasztok, hackerek! Sziasztok, hackerek! Ez itt a Bászfai Hackszó stream. Megnéztem a következő adása. 260. 260. adása. És ebben a videóban itt lesz velem a streamnasi. És a Gréta. És ugye itt leszek én is, mert én magyarázom. Úgyhogy nélkülön nem fog menni. De mondjuk az apropót, hogy az életünknek az életünk első közös, meg külön-külön az első logó. Igen, logó program, ami hát a labda pattogás. Ami célra megírtunk már, hogy másfél éve, de most akkor logó is. De most itt is meg akarjuk írni, és akkor hát ez így néz ki. Ezt tudni kell, ezt Nándival írtuk közösen, és a Grétának elmagyarázzuk, mert ő akkor nem volt itt benne, amikor csináltuk. De ezt most leállítom, mert a magyarázáshoz kell mozgatnom. Na, és akkor a magyarázás. Ugye akkor eljárás, ez itt egy függvény. Mint a célra egy függvény lenne. Igen. Ennek a paraméterei. Széles, magas lépésszám és sebesség, aminek ugye itt vannak a számai. Ugye fönt voltak akkor a formás, ezek igen, pedig az aktuális paraméterek, a konkrét számok, amikkel megkívom. És akkor ugye tol fel... Tehát amikor az előbb kiadtam ezt a parancsot, ugye akkor a betöltődött a szélesbe a 230, a magasba a 110. Tol fel, a tollat fölveszi. És akkor ugye XY póz, tehát hogy milyen pózba menjen. Pozícióban, igen. Ugye nullából széles. De ezt mutassuk az ábrán, szerintem, hogy abban lehet érteni. Nullából magas, úgy akkor ezt mai órán tanultuk, vagyis szakkörön, hogy hogy lehet mozgatni ezt a kis... Na akkor tedd a körülbelül 0-0-ba, hogy lássák a nézők, hogy hol a 0-0. Itt a 0-0 közepén. Valahol a képernyő közepén, így van. Akkor így ide jön, és lejön ide. Tehát ebben a sarokban lesz. Tehát kivontam akkor a magas per 2-t, meg a széles igen, per 2-t. Igen, mert amikor mozog, akkor is innen indul. Azt nem látom, hogy látták-e az elején. De ha nem, akkor végig megmutatjuk. És akkor ugye a tolle leteszi a tollat. A tollat leteszi. És... Mert ugye azért mentünk el a bal alsó sarokba, mert akarunk rajzolni egy négyzetet. Nem, most mindig tiltottok ki egy tévalapot, ugye, amin belül pattog. Ehhez, ugye akkor most így itt van. Ezt berakok egy gombot, ezt is a szakkörön tanultuk. Ez nekem már a misztikus jött, igen. És akkor beteszünk, hogy J, azaz jobbra. És itt ha beteszem, hogy J15, én azt szoktam használni, hogy J... Ezért is jó értem, Gréta, akkor mintha ide a parancsot kiírnám, hogy igen, 15, csak, a jobbra 15 fok. Igen, bárhányszor megy. De nem egyszerűen mondtam, hogy jobbra 90 fok, mert úgyis 90-et akarunk lépni majd. Hát, de jobb. Nem tudod módosítani ezt a gombot, hogy jobb 90. De. És akkor csak egyszer 90? Kell megnyomni. Hát mert a program úgyis jobb 90-et hát, van, 90 fokos forgása. Tehát egy derékszögű. És így most 90-et fog fordulni. Ugye ezt, ha meg akarjátok csinálni, egyszerű, hogy csinálsz ezzel gombot, változtatás, és akkor itt adni kell egy neve, egy feliratot, és hogy mit csináljon. Ugye, és akkor nekem akarod. És akkor most, ugye a toll lent van, E, magasság. Ugye a kettő is mindig azt jelenti, hogy a változó értéket hordoz, a magasság igen, változó értéke. Mozgatás, ezt is lehet változtatni, de én maradok a technősnél. Tehát akkor itt lesz, feljön ide, és itt van, hogy J90, tehát jobbra 90, és elfordul 90 fokkal. És akkor ide. És ugye ez szélesség. Ja, az előre parancsnak a rövidítések végét. Igen. És akkor most megint mozgatom. Átjön ide. És ugye megint elfordult. És ugye közben húzza a tollal. Igen, tehát közben meg rajzolja ezt a téglalapot nekünk. Igazás. És akkor ugye megint egy magas. Egy E magas, tehát előre a magasság. De ugye most lefelé néz, tehát most akkor igen, tehát most így lefelé eljön ide. És ugye elfordul 90 fokkal. És szélesség, tehát megint ide jön, és J90, tehát
Az égi pozíciójában. Az a régi pozíciójában. Igen, és így meg is rajzolta a téglalapot, mert ugye a toll lent van. Uh-huh. Toll le az a toll le, és toll fel az a toll fel. És a lokért, ez az értékadás, és ugye most az X-nek értéket adok. Ilyen akkor ugye egy kis maskakörön van, a nevét adjuk meg a változónak. Tehát nullából szélesség per 2 plusz 1, és Y-ból nullából a magasság 2 plusz 1. Akkor hol lesz a teknős? Akkor a teknős. Ja, ott lesz csak egy pixellel arrébb. Igen, egy pixellel, tehát kb. Itt bent lesz. Így van, de pont egy pixellel lesz bejön. Igen. Tökéletes, igen. És akkor itt még értéket adunk a dx1-nek és a dy1-nek. És itt az is. Nem mondjuk, hogy mit akarunk, az xy mit jelent meg a dy, mit akar jelenteni a program modelljébe? Hát, az itt lesz. De azért most a deklaráltuk, ugye, mert azt akarjuk, hogy az XY mit fog jelenteni a teknős az XY az a magasság és szélesség. A DX meg a DY az, hogy mennyivel a delta, mennyivel növeljük, ugye, hogy, mert néha ugye csökkenteni kell, néha növelni. Tehát és ez most jön, tehát ismétlés, ez ugye egy ciklus, és akkor az első, ha x kisebb egyenlő, mint a szélesség, tehát na, de várj, menjünk vissza, azért pontosan kell, tehát mind a szélesség per 2. Mind a szélesség per 2, igen, tehát mint ez. És ráadásul mínusz szélesség per 2, mert ugye ott van a nulla, itt van a szélesség fele, akkor a mínusz szélesség per 2, itt van ez a vonal. Igen. És ha azon túlment, ugye, tehát itt van valahol. Kijött mondjuk ide. Igen. Hát nem engedjük, mert az if pont ezt vigyázza. Igen, de ugye, ide, kb. De már pont ott van és kilépne, így van. Akkor, elkezd itt hozzáadni egyet. Így van. Tehát akkor a dx a növekmény, ugye, eddig mínusz volt, mert mondjuk arra ment. És akkor elkezd erre jönni. Van, ha itt kijön, akkor így pattog, és ettől pattog. Így van. És akkor ugye ez a másik x, a második if az mit vizsgál, akkor az ezt a vonalat vizsgálja. Igen, ugye az oszlopnak. Hogyha itt jön ki, akkor innen mínusz egyeket. Akkor a dx-nek már mínusz egy lesz, de nézzük igen, meg az a forráskóba is. De forráskóba is nézzük meg. Jó. Ugye akkor mínusz egyet az a dx-nek, így van. Mert a mínusz az erre van. Erre. És akkor elkezd visszapattani ide. És akkor ugye y magasság. De ott mindig vegyük egy magasság per 2, ez fontos. Igen. Igen, az ugye ez. Ugye azért fontos, mert a origó az középen van. Igen, ez. És ha ezen túl menne, akkor elkezd... Na de megint, de most figyeljünk oda, nézzük meg okosan. Azt mondja, hogy a mínusz magasság per 2, amit te mutatsz, az a plusz magasság per 2. Ja, tehát ez itt a lenti. Így van, nem mindegy. Azt olvasod, ami a forrás, mindig a forrás kódértelmezik. Akkor elkezd plusz egyeket adni. Tehát elkezd jönni fölfelé. És mondjuk ott majdnem kimenne, akkor nézzük meg, akkor mi történik. Akkor meg elkezd ugye akkor már arra növekszik, tehát nagyobb lesz, mint a magasság per 2, akkor meg kivonogatni. Igen, tehát akkor meg elkezd kivonogatni. Tehát így pattog körbe-körbe. De azért menjünk a forrásból nézzük tovább. Igen, és akkor itt két értékadás, igen. Tehát az x, kettős pont egyenlősége, igaz? Igen. De mit jelent akkor ez a lokért? Macska köröm x, kettős pont x plusz tehát kettős x pont x. Tehát az x egyenlő, igen. Az C-be ez hogy írnál le? A C-be mit jelent a C-be írnál? Hát x egyenlő x plusz. Így van, ha dx egy. De lehet, hogy most a dx pont valami más, tehát C-be akkor hogy néz neki pontosan az, ha C-be hát írnád? X egyenlő x plusz a dx. Ja, így van. Ugye meg y egyenlő, y plusz dx, így van. Hát csak ugye, azt írjuk csak le, csak a logó, vagy a változónak a neve az ugye az x-es, a kettő van az értéke. Igen, és akkor itt megint egy x. Azért a szélszám nem jobban olvasható. Hát egy kicsit. Megint az xy póz, tehát amikor leáll, akkor kb. Ide.
Ne, hát a menü még nem áll, hát még 10 000-szer ismételtetjük vele. Ja, igen. Ezt ugye, az tehát egészet még tízezerszer. Persze, tehát ez csak annyi, hogy megvan az XY-koordinát, és oda kirajzolom a technikus. Igen, az tehát most nem állítom meg, és... Na, adok egy nehéz feladatot. Most lehet látni, ugye, hogy a teknős, látod? Igen. Mert elején húzott vonalat. Húzzuk már mindig a vonalát, ahol pattog. Csak annyi, hogy a tovább tekintem. Ó, az már egyszerű. Na, láss. Tehát... Láss, nagyon egyszerű. Így felvettük a tollat, és ezt innen kitörölöm. Zseniális. Na, próbáljuk ki. És akkor ugye ez de kontroll... Hát kontrollálva azt mondom, kijelöl az egészet, nem? Hogy egérre ki kell jönni a forrás mérőszer, mert nincs bemásolva. Nincs összekötve a kábelrúterünk a hát igen. Tehát másolunk be jövő. Így, másolás. Berakom. Kontroll V-vel. Na, zseniális volt Nándi. Na, hogy tetszik Léta a dolgó? És így szépen rajzolgat nekünk. Várjuk, hogy tudod milyen mintát rajzolt? Hát ilyen kockás volt. De ezzel tudunk szórakozni egy kis majd. Na, igen. Tudjuk tovább fejleszteni. Na, szerintem nagyon ügyesek voltak, hogy a nyomjunk be a streamet, itt amíg rajzol. Hát... Szerintem burkoljunk egyet. Jó. Magyar okéhens. Aha, ilyen négyzetlásos fog csinálni. Hát be fogja járni szerintem is már. Ilyen abrosz minta lesz. Négyzetlás. Az azt tenni. Na, ügyesek voltunk, elköszönünk? Aha. Akkor köszönjünk el, kívánok jó éjszakát, és majd igyekszünk most már gyakrabban jelentkezni. Igen. Ez akkor szép is. Mindjárt lássunk fett. Elköszön nekem? Majd igen, de ezt elmentem. Ja. Mert ez nekem is tetszik. És akkor ez lesz a... Mi legyen a neve? Technikus. Jó. Gréta, írd meg, hogy szeretnél. És akkor elmentjük. Mindjárt is mentettük, és akkor... És köszönjük el akkor. Sziasztok, Hekkerek!